A Gödöllői dombság Lankái közt terül el egy apró kisváros. Az ide érkező utazókat és a munkából hazatérő lakosokat olyan egyedi látkép fogadja, melyel kevés település veszi csak fel a versenyt. Ez a kisváros az én városom, Isaszeg. A település az egyedi tájkép mellett fontos történelmi emlékhely is, az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat egyik fontos csatájának helyszíne. A győzelem emlékét a város lakói máig lelkesen ápolják. Isaszeg annak ellenére, hogy történelmének és helyi kultúrájának ápolását nagyon fontosnak tartja, folyamatosan képes a megújulásra is. A város lakói folyamatosan gondozzák, felújítják a régi épületeket, ugyanakkor új, modern beruházásokban sincs hiány, melyek megkönnyítik az itt élők életét, vagy kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak számukra. Bár is ezek közel fekszik Budapesthez, mégis fontos természeti értékekkel bír. A város körülölelő erdő, a halastavak és a rákospatak nem csak a természetbarátoknak biztosítanak túrázási, kikapcsolódási lehetőséget, meg annyi élőlény élettereit is. Reméljük a dombok által ölelt is ezek a jövőben is megmarad olyannak, amilyen szép, folyamatosan fejlődő, a történelmére büszke, természetközeli idilli kisvárosnak, mint manapság.